Rész önkormányzati ülés, a meghívott vendég dr. Aracki András országgyűlési képviselő volt. 15-16 évesek számára drogprevenciós előadás a Kós Károly szakképzőiskolában. A Farsang jegyében foglalkozást tartottak óvodásoknak a zenei könyvtárban. Köszöntöm Önöket, az Érdivárosi Televízió híradóját látják. Megtartotta február havi ülését az érdligeti Kutyavári település részi önkormányzat az érdligeti általános iskolában. Az ülés meghívott vendége dr. Aracki András országgyűlési képviselő volt, aki beszámolt az országgyűlésben végzett munkájáról. Az érdligeti Kutyavári település részi önkormányzat ülésén 4 napi rendi pontot tárgyaltak a résztvevők. A szokásoknak megfelelően elsőként meghallgatták a terület körzeti megbízottjának beszámolóját, aki elmondta, hogy javult a közbiztonsági helyzet Érdligeten, sőt egész Érden. A néhány előforduló kisebb súlyú bűncselekményen kívül egyéb bűncselekmény nem történt a település részen. Egyébként is ért egész területén azt lehet mondani, hogy visszaszorulóban vannak a mindenkit erősen megrázó komolyabb bűncselekmények. Az elfogás, mint az egyik legjobb, hanem a legjobb megelőző rendőri munka meghozta a hatását. Tehát ugye a körzeti megbízott és elmondtam, illetőleg hát ott volt vendégül az ő közvetlen felettese, elmondta, hogy az a legjobb rendőri munka és a legjobb megelőzés, hogyha elfogják a bűnözőket és a bűnelkövetőket. Érdliget egyébként is, hála Istennek, eseménytelenül, rendőrségi szempontból eseménytelenül tengeti a napjait, hogy úgy mondjam, nincsenek, hála Istennek, komolyabb bűncselekmények. Az, hogy kocsma elől eltolnak egy biciklit, az nagyon kellemetlen a biciklit tulajdonosnak, de hát ezek régebben is voltak, most is vannak, arra kell törekedni, hogy a kocsma előtt jobban vigyázzunk a biciklinkre, vagy láncoljuk le. És természetesen a besurranó tolvajokra is fölhívta a figyelmet, hogyha kinhagyja valaki elérhető közelségben a kulcsát, és azzal megy be a betörő a házba, akkor nagyon kellemetlen meglepetéseket tud okozni. Tehát az emberi figyelmetlenség és felelőtlenség sajnos mindig alkalmat ad a bűnelkövetőknek arra, hogy meglovasítsanak kisebb-nagyobb értékeket, néha nagyobb értékeket is. Az ülésen az egyéb beszámolók mellett dr. Aracki András országgyűlési képviselő is tájékoztatást adott az elmúlt években végzett parlamenti munkájáról, különös tekintettel arról beszélt, amelyek a várost is érintik. A csatornázáson túl, amit a város vezetése azért elég bravúrosan indított el, és most onnan kezdem, hogy elindították, ugyanis azt lehet, hogy mindenki tudja, de azért el kell ismételni, hogy ez a csatorna projekt eredetileg a fővárossal közös projekt lett volna. 2002 és 2006 között úgy állapodott meg az akkori szocialista városvezetés, hogy közösen csináljuk a fővárossal. A fővárosban ebből a projektből egy kapavágás nem történt, és 2008-ra sikerült áthúznunk magunkat egy külön projektre, hogy el tudjuk indítani, és el tudjuk hozni ezt a 32 milliárd forintos Európai Uniós támogatást, amiből ez most már megvalósult, mondhatjuk így, április végére mindenkinek rá kell kötni, április végétől a szennyvíz az nem a talajvizet szennyezi, hanem méltó helyre kerül, és egy nagyon korszerű biológiai szennyvíztisztító keresztül a Duna fősodor vonalába kerülve egy tiszta, egészségesebb életű város kép alakulhat ki. Emellett azt azért láttuk, hogy főtér épült, egészségügyi intézmény teljes átalakítása megtörtént. Megtörtént egy iskolának az átalakítása és bővítése, uszoda, tanúszodának az építése. Tehát voltak olyan dolgok, amelyek mindezek pénzbe kerültek, és azért mindenki tudja, aki ismeri a város adottságait, hogy érnek a megyei jogú városokat, ha nézzük, az egyfőre jutó iparüzési adó ereje a legalacsonyabb. Emellett országos projektek voltak a tekintetben is, hogy a
tömegközlekedés, sőt, bocsánat, én ilyen régi vágású ember vagyok, a közösségi közlekedésnek a átszervezése, elsősorban a távolsági vonatközlekedésnek a átszervezése folytán. Én úgy látom, és hát én ugye nem nagyon járok vonattal, meg ilyen eszközökkel, de a lányom elmondása szerint, tehát Érdül olyan 20 perces időközönként bizonyos időszakban be lehet jutni Budapestre, tehát igen, jó várt, sikerült ezt az elővárosi közlekedést is alakítani, aminek része volt, ahogy itt elhangzott, a vasútállomás rendszernek az átalakítása és fejlesztése is, és korszerűsítése a pályának. A megbeszélésen az M7-es autópálya felhajtójának átalakításáról is szó volt. Gyakorlatilag elkezdődött a M7-es lejárójának az építése, mindenfajta engedélyt megkapott a kivitelező, és ez úgy lesz megoldva, hogy két helyen is föl lehet majd hajtani az M7-esre, tehát az egyik a szokásos felhajtó, amelyik hát nem olyan lesz, mint amilyen eddig volt. Másik pedig Török-Bálinti úton is lesz egy felhajtási lehetőség Érd és Török-Bálint között. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon jó hírek, és azt gondolom, hogy a jövőben az érdieknek az életét nagyban fogják könnyíteni. A részönkormányzati ülésen a február 20-ai közgyűlés legfontosabb napirendi pontjairól is tárgyaltak a résztvevők. Február 15-én szombaton a szavazást megelőző 50. napon kezdődik az országgyűlési képviselő választás hivatalos kampánya az új választási eljárási törvény értelmében. Ekkortól lépnek életbe a kampányra vonatkozó új szabályok is. Hétfőtől pedig a választó polgárok már ajánlásokat is tehetnek a képviselő jelöltekre, azaz arra, hogy kik szerepeljenek a szavazólapokon. Az ajánlás intézményében nagy változást hozott az új szabályozás, ajánló cédulák helyett már éveken ajánlhatnak képviselő jelölteket a választópolgárok, és egy választópolgár több jelöltet is támogathat. Kábítószer prevenciós előadást tartottak a Kós Károly szakképzőiskolában. A rendhagyó órát elsősorban a 15-16 éves korosztály számára szervezték, de ennél idősebbek is részt vettek az előadáson. A rendhagyó tanórát a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának munkatársai tartották, akik a kábítószerekről és ennek kapcsán a kapcsolatokról beszélgettek a tanulókkal. A függőségek mellett azokról a lehetséges segítségekről is szó volt, amelyet igénybe vehetnek a bajban lévő fiatalok. A tapasztalatok azt mutatják, hogy már egészen korai életszakaszban kipróbálják a drogokat a fiatalok, derült ki a beszélgetésből. 12 éves kortól talán a 25-30 éves korig a legveszélyeztetettebb, de ma már olyan világot élünk, ahol főleg ezt a korosztályt szinte minden nap kísértések érik, és vadásznak rájuk. Ebben a korban szégyellik, ebben a korban még az a jellemző, hogy mit gondol róla a másik, buli, jól érzi magát, meg szeretne felelni a többieknek, de aztán majd, amikor elkezdődnek a problémák, akkor lényeges az, hogy tudják, hogy kihez kell fordulni, hogyan kell kezelni ezeket a dolgokat, mire számíthatnak. A felnőttekre mindig egy kicsit bizalom hiánnyal tekintenek, azt gondolják, hogy a felnőttek vezetni akarják őket, kihasználni őket, vagy irányítani őket. A társaik sokkal, hitelesebbek a számukra. Ők ugyanabban a szituációban vannak, ugyanazokban a gondokban, problémákban, ugyanazokkal küzdenek, ezért az ő válaszaik sokkal hitelesebbek lesznek a számukra, ezért is hoztuk be egyébként Dávidot, aki elmesélte a történetét. Más-más területen mindegyik diák ugyanolyan veszélynek van kitéve, csak más a motiváció és más az ok. Azokban az iskolákban, ahol esetleg nehezebb családi körülmények közül jönnek a gyerekek, ott menekülnek. Viszont ahol jobb családi körülmények közül jönnek, ott nem biztos, hogy menekülnek, de lehet, hogy meg akarnak felelni. Lehet, hogy azért nyúlnak a drogokhoz, mert nagyobb teljesítményt akarnak nyújtani. Tehát más-más okkal és más-más motivációval kerülnek bele a szituációkba, csak későn ébrednek fel aztán. Szabó Iván elmondta, hogy hosszú távon nagyon hatékonyak az ilyenfajta beszélgetések. Ritka az, hogy megnyilvánul ott helyben ez a hatás, de látjuk rajtuk,
és érzékeljük azt, hogy elgondolkodnak, és tulajdonképpen erre mi úgy tekintünk, mint egy magvetésre. Nem biztos, hogy most itt ebben az időben fog nekik segíteni, de amikor bekerülnek egy szituációba, akkor vissza fognak arra gondolni, eszükbe fog jutni, hogy mit hallottak, és akkor ez a segítségükre lehet. Tudunk olyanokról, akik később azért fordultak segítséghez, vagy azért nem mentek bele valamibe, mert ilyen alkalmakon részt vettek. Általában azok, akik már benne vannak, vagy érdeklődnek, és még az elején vannak, ők nem fogják felvállalni, ők kimenekülnek a szituációból. Inkább azok vesznek részt benne interaktívan, akiknek valamilyen barátjuk, társuk, testvérük érintett, és aggódnak érte. Illetve azok, akik már érzékelik a veszélyt, és menekülnének, bár ők is nehezen, mások előtt nehezen vállalják fel. Az előadás végére több kérdés és hozzászólás is elhangzott a témával kapcsolatban. A Csuka Zoltán Városi Könyvtár zenei könyvtárában Maszkabál címmel farsangi foglalkozást tartottak az óvodásoknak csütörtökön délelőtt. Az egyórás program keretében táncoltak, énekeltek az ovisok, sőt a foglalkozás végén jelmezbe is bújhattak a gyermekek. A Csuka Zoltán Városi Könyvtár zenei könyvtára tegnap óvodásokkal telt meg. Ebben az évben ugyanis egy foglalkozás sorozatot hirdetett az intézmény Zenélő Évszakok címmel. Ennek része volt a csütörtöki program is. Természetesen tavasz, nyár, tél, ősz részei vannak ennek a foglalkozás sorozatnak. Minden évszakhoz 3 foglalkozást ajánlunk. Ugye most a téli évszakot éljük, tehát ehhez kapcsolódóan egy farsangi foglalkozáson vettek részt a gyerekek. Maszkabál címmel, a Grillus Vilmos Maszkabál című lemezére, ennek a zenei anyagára épült ez a foglalkozás. Ezúttal a Kincses óvoda Tündérkert tagóvodájából érkezett egy 20 fős csoport. Voltak köztük egészen picik is, akik nemrég kezdték az óvodát, de nagy csoportosok is részt vettek az egyórás eseményen. Egy picikét beszélgettünk az elején a farsangról, bár ők még igazából csak az állarcos bár részét élvezik ennek a dolognak, de nagyon ügyesen tudtak ennek az egész szokásnak a tavasz temető jellegé, vagy téltemető tavaszváró jellegéről is. Aztán különböző jelmezesekre tértünk át, meghallgattuk az ahhoz kapcsolódó dalokat a Grillus lemezről, aztán találós kérdésekkel szórakoztattuk magunkat és egymást, és aztán a foglalkozás végén ilyen jelképes kis jelmezes beöltözés is volt, egy kicsit táncoltunk, játszottunk. Tündérbe, boszorkányba, udvari bolondnak. De? Én Cicának, a szabados dorkának volt a cicafül, nekem meg a cicafark. Körbe táncoltunk, meg énekeltünk, meg mondozkáltunk. Nekem a találós kérdések tetszettek a legjobban. Mi mindig igyekszünk olyan foglalkozásokat kitalálni és tartani nekik, amik játékosak, és más környezetben, nem a saját óvodájukban, ez már mindig élményt szokott nekik jelenteni. Én úgy gondolom, hogy most is élvezték ezt a foglalkozást, ez a beöltözés, ez mindig nagy siker, tehát ezt ők nagyon szeretik. Nida Judit elmondta azt is, hogy az óvodánk mindig nyitottak az ilyen meghívásokra, hiszen nekik is jó, ha kicsit másképp telik a délelőtt. Komoly segítséget jelenthet az nekik, hogy színesíteni tudják a programjukat azzal, hogy kimozdulnak egy kicsit, és máshol találkoznak valamilyen programjukba illő foglalkozással, műsorral esetleg a gyerekek. Az óvónők, én úgy gondolom, hogy teljes mértékben nyitottak ezekre a programokra, ami akadályt jelent, hogy a város, ugye, mint tudjuk, nagyon nagy alapterületen helyezkedik el, tehát a távolabbi óvodákból ide eljutni a zenei könyvtárba egy csoport óvodással, ahol esetleg 5-6-7-8-10 kis csoportos is van, bizony nem olyan könnyű a tömegközlekedéssel, úgyhogy a kis vendégeink elsősorban azokból az óvodákból kerülnek ki, ahonnan át tudnak sétálni ide a gyerekek. A maszkabál foglalkozásból még jövő héten is azután tartanak néhányat, azt követően pedig várhatóan beköszönt a tavasz, és ennek jegyében telnek majd a programok is. A tavaszi programsorozatot óvisok és kisiskolások számára hirdetik meg.
Szombaton csapadékmentes időre van kilátás, viszont északkeleten lehetnek tartósan párás, ködös körzetek is. Máshol több órás napsütésre van kilátás. A Dunántúlon többfelé megerősödik a délkeleti szél, északnyugaton viharos lökések is lehetnek. Folytatódik az enyhe idő, reggel -3 és +2, napközben pedig 5 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. Az érdivárosi televízió híradóját látták, adásunkat megnézhetik a www.érthiradó.hu internetes oldalon, és köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!